Sziasztok! 2024. március 20-a, szerda, 11 óra van, és eljöttem egy gyalogtúrára ide az Égervölgybe. Az az igazság, hogy szombaton voltunk itt, azaz bocsánat, pénteken, március 15-én unokatesommal, és annyira tetszett, és olyan szép volt ez a hely, hogy úgy döntöttem, megismétlem most is ezt a túrát. Van kedvetek, akkor gyertek! Előre is bocsánatot kérek mindenkitől, aki esetleg kerékpáros túrára számított most. Ritkán-ritkán, de azért gyalogtúrán is részt szoktam venni, és úgy gondoltam, hogy most elhozom a kamerát. Most vagyunk ugye Égervölgynek a parkolójánál. Előttünk ez az Égervölgyi tó. Innen megyünk följebb Égertetőhöz. Onnan elmegyünk a Pálos romokhoz. Majd Zsongorkő, Sasfészek, és végül a Babás szerkövek. Visszaút az ugyanez lesz. Nagyon szeretem a tavaszt, főleg ezt a részét, amikor még nem jöttek elő a lombok a fán. Ez is mekkora fa, milyen gyökerei vannak, mint Indiában az Angkor Wat. Legyalogolok ide a tóhoz, és megnézem. Mondjuk most hideg van, hajnalban fagyott, mínusz 1,3 fok volt. Egyébként a melegebb időkben kint szoktak itt sütkérezni a teknősök. Tóban fürödni és horgászni tilos. Ugye lesz itt egy híd, átmegyünk, és itt van egy szabad terület, gyerekeknek kis faház, lehet szalonát sütni, padok. Jobbra az Égervölgyi tó. Mögöttem pedig ez a aprócska kis vízesés. Égervölgyi tó. Elvileg van itt élővilág. Vannak a halakkárásztól egészen az ezüstkárászig. Vannak a teknősök, békák, sikló is van, és most a tó. Szóval innen érkeztem, és hogy az előbb mondtam, itt van ez a plac. Tehát rengetegen voltak itt pénteken, amikor jöttünk visszafele, mindenhol szalonát sütöttek, gyerekek szaladgáltak. Vastag mohapárnák. El is tele ilyen mohapárnákkal.
fák töve. Haladunk tovább az égertetői pihenőhöz. Ez a túra Égervölgyi parkolótól a Babás szerkövek végén lévő jubileumi keresztig, körülbelül egy olyan 6,3 km, szintemelkedésben meg ilyen 370 méter, és akkor van hozzá egy olyan jó 170 méter lejtés, ami visszafele emelkedővé vált. Nagyon vadregényes ez a táj itt, főleg ezzel a kidőlt fával. Velünk szembe fönt pedig a temérdek medvehagyma. Ezen felül még van egy forrás is, ez pedig a Mohosi Kiskút. És itt már meg is érkeztünk az égertetői pihenőhöz. Játszótér, padok, asztalok, focihoz kis apró kapuk, tűzrakóhely, kuka, ami csak kellhet. Itt voltunk unokatestvéremmel pénteken, le volt zárva a kilátó, ezt nagyon sajnáltam. Egy körbetekintés. Ez a fa itt előttem teljes pompájában hófehéren virágzott. Nagyon szépek ezek a pihenő esőbeállók. Látszik, hogy vigyáznak az állagukra. Mindig örülök, ha ilyet látok. És emitt a kis tó, kis lápos pocsolya. Jobb is ilyenkor jönni március-áprilisban túrázni, mert itt annyi szúnyog lehet már májusban. Így van, meg is van a zöld pötty. Maradunk is ezen, egészen a pálos romokig. Az idő hála Istennek gyönyörű, nincsen tömeg, friss levegő van, és itt a szél sem fúj. Zöld pötty. És már megjelent két oldalt. Mellettünk a medvehagyma. Kaptatunk felfelé. Itt most egy kicsi meredekké vált az út. Itt is fantasztikus mohapárnák, fák gyökereinél végig. A medvehagyma paradicsom, dúsan, kövéren nőnek. Látom, lassan érkezünk a pálos pihenőhöz. Jaj, de szépen megújult ez a pihenőhely. Tetejét is megcsinálták. Sőt, új padokat is tettek, hátul is padok, itt is padok.
Sőt, még itt is fel lehet menni, ahogy nézem, ide a padlás részre. Ebből a pozícióból is mutatom a helyet. És ilyen 14-15 foknál nincs több. Csalóka a napsütés. Az infotábla a Jakab-hegyi Pálos Kolostorról. Még sátorozó helynek is jó. Apró kis szobácskák és parcellák benne. És akkor megyünk tovább a zsongorkőhöz. A kék csíkjelzés a fán, ez egyben a kerékpáros útvonal is. Általában villanybringások jönnek erre fel, ahogy láttam nagy részt. Ez a kék csíkos túraútvonal egyben az országos kék túrának a része is. Lejjebb lesz majd a tábla, odaérünk, megmutatom. A másik oldala nekünk érdekes, egyben pecsételőhely is, kék körhöz. Itt az országos kék túraútvonal, per pillanat itt állunk. Így öleli körbe az egész országot ez az országos kék kör. Na és akkor menjünk is tovább. Ebből az irányból érkeztünk, itt vannak a padok, és most lemegyünk, megnézzük a zsongorkőt. És itt is van, ez már itt jobbra a remete barlang. És kicsit elé dőltek a fák, takarásban van. És rögtön mögötte zsongorkő és a remete barlang. Itt az infótávla. No, és itt van lefele a zsongorkő. Innen jöttünk le a kőfalról, és arra haladunk majd tovább. Szemben ott a sasfészek, már amennyire lehet látni. Ott majd lemegyünk, és arra jár tovább a babás szerkövekhez. Mindjárt fönn vagyunk. És itt majd balra folytatjuk tovább az utunkat. Most lesz a túrának a lejtmenet része egészen a babás szerkövekig, és talán egyben a legnehezebb szakasza is. Megérkeztünk az elágazáshoz. Itt a kék csíkot
kék háromszögre váltjuk, ebbe az irányba megyünk le, csak előtte mutatom még az útjelző táblákat. Kék háromszög, jön az erőt próbáló útszakasz. És itt is vagyunk már, Sasfészeknél, ez az a kőfal, itt rövidesen velünk szemben lesz, jobbra. Hihetetlen meredély, már lehet látni, milyen töredezett. Talán ebből a szögből látszik a legjobban. Megcsodálván a kőfalat, menjünk tovább. Következő állomásunkhoz, Babás Szerkvekhez. Itt már eltűntek a medvehagyma mezők. Ez a jellegtelen, avaros sziklás terület van előttünk csak. És ezen a ponton itt a jelzés szerint kék háromszöget kék keresztre váltjuk. És itt vagyunk a Babás Szerkveknél. Rögtön mellettem, itt is egy ilyen képződmény, de az igazi, az ott van lent. Alattunk, most már nem cserkút, hanem kővágó szőlős látható. És itt vannak sorba. Erre fogunk haladni. Nem ragadunk le egy helyen, tudom, hogy szép, megyünk tovább. Most váltottunk piros háromszögre. Ez a következő jelzés. Ó, ez is hogy kicsúcsosodik ide az út fölé. Piros háromszög az egyenesen megy tovább, itt most letérünk róla, ott van egy infótábla, és ott van egy kereszt, abba az irányba megyünk egy következő Babás Szerkőhöz. Ez a Babás Szerkövek nyugati vége, és ez az a turista jelzés, amin most vagyunk. Itt a jubileumi kereszt. Csörtessék!
dicsértessék. És itt a jubileumi keresztövében zárul is a túra útvonalunk. Remélem meg tudtam mutatni nektek ezt a páratlan szép túraösvényt Égervölgytől egészen föl idáig a Babásszerkövek nyugati végéig. Ha van kedvetek, nyugodtan gyertek és teljesítsétek ezt a szakaszt. Egyszerűen meseszép, és hála Istennek a mai szép időért, akarva sem akarhattam volna ennél jobbat. Nem volt meleg, nem volt hideg, volt egy kellemes kis légáram, úgyhogy úgy érzem, ez a nap tényleg jól sikeredett. Fél 60, leértem a hegyről, 2 órát vett igénybe a jubileumi keresztül idáig, és most itt vagyok a Tecamama kis vendéglőnél. Itt végződik a mai túra, egy kis kajcsival, rendeltem egy marha pörköltet Nokedlivel, 2450. Hát akkor jó étvágyat! Hát ez isteni finom volt, ezzel lassan én is elbúcsúzok. Köszönjük, aki velem tartott. Ciao mindenkinek. Sziasztok!